sportosat. Híradónk vendége Patakvalvi Miklós, a Magyar VTF Tekvandó Szövetség elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Vannak hírek, több is, és vannak jó hírek is. Végre ugye a hazai VTF Tekvandó Szövetség házatájáról. Méghozzá az, hogy megvan a negyedik érem, ami úgy világversenyen szereztetek, ha jól tudom, ugye? Ebben az esztendőben. Így van, ebben az esztendőben. Ilyenre még nem volt precedens. Ugye, úgyhogy Gonda Ivett és ugye Kocsis Edina után, ugye Lipcsei Klaudia, jól mondom? Igen. U21-es Európa bajnokságon szerzett érmet. Így igaz. Meglepetés volt? Számunkra, azt hiszem a közvélemény számára talán igen, de a szakemberek számára igazán nem. Azért Klaudia már egy-két éve bontogatja a szárnyait, látjuk a tehetségét. Hány kilóban bontogatja? 49 kilóban. Ivett is abban a súlycsoportban van, sőt a Dúc Barbi is ebben a súlycsoportban ügyeskedik. Ez ami nem jó. Nagyon kevés nemzetközi szintű ugye tékvandósod van, ez nem titok sajnos. Ez sajnos így és igaz. Akkor pont az a kevésből a több mint a fele egy súlycsoport. Hát jószerivel mondhatjuk, igen. Ez nem túl szerencsés, de hát azért van alatta is, fölötte is súlycsoport, tehát lehet játszani és lehet ügyeskedni. Igyekszünk azért úgy, hogy ne menjen a... Jó, csak milyen jó lenne, hogy nem ezen kéne ügyeskedni. Hát tehát, hogy ez ne vigyen el plusz energiát. Jó lenne, hogyha úgy járnánk, mint a törökök, akiknek egy súlycsoportra van mindig 6-8-10 versenyzőjük, akikből igen. tudnak válogatni. Igen. Hát nálunk nem így van, de ezzel együtt is Klaudia képes a 46 kilóra is, a Barbie 53 kilóba is versenyez, tehát nem olyan nagy a tragédia. Ezzel együtt kicsit a olimpiai súlycsoportban 49 a kritikus. Igen, és ez meg, ugye mi meg olimpiai szemegen keresztül nézzük mindig a világot. Azért próbáljuk ebbe az irányba vinni a szekerünket. Ugye nektek is, ugye szövetségnek is. Nagyon fontos lenne, hogy végre három kimaradt olimpia után most Rióba legyen képviselője a sportágunknak. De akkor most azt mondhatják a szakemberek, hogy miért sírsz? Van három jó embered az olimpiai súlycsoportban, akkor most van merítés lehetőséged. Hát sírni semmiképpen sem sírok. Az biztos, hogy a konkurencia az mindenkinek jót tesz. Azt gondolom, hogy inspirálóan hat mindegyik versenyzőre, hogy van mögötte valaki, vagy mellette valaki. Bocsáss aki... meg, ez külföldön igaz, de azt hallottam pszichológusoktól, sportpszichológusoktól, hogy a magyar versenyzők esetében erre senki nem merne mérget venni, hogy ez így van. Mert mi magyarok állítólag másképpen vagyunk, teljesen másképpen vagyunk kódolva, és nézzük meg csak a labdarúgókat, és akkor itt pont is. Tehát, hát az 50-es években a labdarúgóink is érdekes módon elég jól voltak kódolva, tehát nem hiszem, hogy de most már oka. Valami gond van ezzel. Tehát nem igazából veszük fel, inkább bedobjuk a törölközőt, megsértődünk, stb. Biztos van egy ilyen, tehát biztos van valami specialitása a kis nemzetünknek, de... Ezek a lányok nem élnek. Én azt remélem, hogy nem. Tehát eddig legalábbis nem volt ilyen. Óvatos vagyok, természetesen óvatos vagyok, hölgyekről van szó, és a hölgyek és a még a magyar kód is együttvéve azért tudjuk, hogy tud meglepetést okozni. Némi igen. meglepetést hozhat. Ezért én optimista vagyok, alapból optimista vagyok. Azt hiszem, mint sportvezetőnek annak is kell lennem, és azt gondolom, hogy azért lehet, hogy bizonyos szempontból zavaró lehet az, hogy fú, most három tehetséges versenyző, mind a három tudja magáról, hogy jó képességű, Ivett mondjuk azért már ott van a világ élvonalába, a Barbie nagyon közeledik hozzá, de most a Klaudia is megmutatta, hogy ő benne is. Igen, na most azért olyan sok pénz nem áll rendelkezésre a szövetségnek. Ezt már sokat kitárgyaltuk, hagyd nem mondjuk, hogy semmit nem kaptok szinte, azt lehet mondani. Igen, ám, de akkor melyiket és hogyan tudod majd versenyeztetni? Ugye, mert ez is költség, hogy tudod versenyeztetni őket, megmérettetni őket, hogy valóban kiderüljön, hogy ki a legjobb, mert az versenyekre kell őket elutaztatni. Ez kétségtelen, ezzel együtt azért a világranglista pontok, amik bejöttek az utóbbi időben, tehát ebben az évben igazán elindult ez az irányú sportág fejlődés, ha úgy tetszik, hiszen Grand Prix-ket vezettek be, az olimpiára már világranglista alapján is lehet kvalifikálni. Tehát egy csomó olyan változás történt, ami segíti azt gondolom egyrészt a sportág
erősödését, népszerűsítését, másrészt picit segíti a szakvezetőket is, hiszen aki ott van a világranglista élmezőnyében, azért ott nehéz vitatkozni azzal. És lehet persze azt mondani, hogy a tehetségekre nem jut annyi pénz, a fiatal tehetségekre, hogy úgy menedzseljük őket, annyi versenyre vigyük őket. De azért jó pár olyan versenyre el tudjuk vinni őket, elsősorban azért itt Európában, amelyik a világranglista pontszerzés szempontjából nagyon fontos. Tehát nyílt holland bajnokság, német bajnokság, a francia bajnokság, a horvát, a szerb. Most éppen a horvát és a szerb van előttünk. De itt van a most beinduló török bajnokság, most első alkalommal. Jövőre, az év elején rögtön a görög bajnokság, januárban. Szóval van lehetőség, hogy ők is megkapják a verseny lehetőséget, megkapják az indulási pontszerzéshez szükséges háttérfeltételeket. Lehet, hogy nem olyan optimális, de hogyha ezekből nem sikerül neki bemutatni azt, hogy már pedig igenis ő képes arra, hogy viszonylag rövid időn belül a világranglista középmezőnyébe és aztán belátható időn belül az élmezőnyébe kerüljön, akkor azért ott tudjuk, hogy még van egy kis idő. Tehát van türelem kell, persze, jó lenne minél több pénz, hogy több versenyre tudjuk vinni őket. Ha azt veszem, hogy a korábbi 10-12 ranglista versenyhez, ami az előző évben volt, idén már 30 környékén jár a világranglista versenyek száma, és hát ebből azért csak egy töredékére tudjuk elvinni a versenyzőinket, még a legjobbakat is. Igen. Azért az jelzi azt, hogy nem olyan egyszerű a történet. Igen, igen. Elnézve itt a idei év 4 érmesét, ugye mindegyik lány. Fiúkkal mi van? Vannak fiúk is a csapatban. Kétségtelen, hogy az ő eredményük az nem éri el ebben a pillanatban a nemzetközi élmezőny szintjét. Noha vannak 17-18, 16-15 éves tehetséges gyerekek, de kell még 2-3 év, amíg beérnek. Most egyébként az U21 Európa bajnokságra nagyon gondolkodtunk, hogy kivigyünk-e magunkkal ilyen 15 éppen, hogy belekerülő 16. évét betölti idén. De aztán a végén a Balázsral, a válogatott edzővel, Tóth Balázsral úgy döntöttünk, hogy még talán korai lenne. Volt kint fiú? Volt kint fiú, igen, volt kint fiú, ketten is, de hát sajnos egyiknek sem sikerült labdába rúgnia. Székely Norbert volt az egy, Szegedi Norbert volt az egyik, sajnos ő a ki már azért nemzetközileg letett egy kis eredményt is az asztalra. Sajnos most nem sikerült neki. A másik pedig egy vadi újonc volt, aki eddig az ifjúsági csapatot erősítette, idén került át a felnőtt kategóriába, a Sobotka Ádám. Sajnos ő neki is még edződnie kell ebben a nemzetközi élmezőben. Iszonyú nagy a konkurencia. És hát azért a ők hány mező... évesek voltak, ez a kettő legény? Mind a kettő 18. Ha. Hát azért mely ideje lenne? Nem 18 évesen? Hát felnőtteknél azért 18 évesen még viszonylag... De legalább mutatni hasz, hogy ők jók lesznek. Mutatják? Azért látni? Ha szakember látja, hogy... Hát mutatják, hogy van bennük ráció. Aztán nagyon nagy kérdés, hogy a tanulás mellett a... tudják-e azt az edzés mennyiséget teljesíteni, ami szükséges ahhoz, hogy ma valaki a világ élvonalába kerüljön. Tehát na azért most, az... akkor tulajdonképpen a képességekkel nem lenne baj, inkább azzal van baj, hogy kevesebbet edzenek a magyar tekvondósok? Azt hiszem, hogy ez az egyik kulcs pont. Tehát nem tudunk annyit edzeni, amennyire szükség mennyit lenne. Mennyit kellene? Hát azért heti 10-12 edzést kellene teljesíteni. És mennyit teljesítenek? Optimálisan 8-7-8 edzés, ez az optimális. Tehát ennél többet nagyon kevesen tudnak. Középiskolás diákoknak nincs lehetőségük, hiszen az iskola mellett kell edzeniük, és még a tanulásba is helyt kell állniuk. Az egyetemistáknak picit könnyebb a dolguk, ők egy szabadabb környezetet tudnak teremteni. Szóval... tehát ez egy biztos, hogy ez egy fontos szempont, hogy nem tudnak olyan mennyiségben edzeni. Ráadásul a feltételek, az edzés feltételek sem optimálisak, valljuk be őszintén. Mi hiányzik? Hát ha kezdjük azzal, hogy helyből hiányzik egy olyan edzőterem, ami, ha úgy
veszük nap 24 órájában a taekwondo rendelkezésére. Jó, de hát amikor van is olyan Pesten, aki most Szegedi vagy Győri, az úgysem tehetség, hát úgysem tudná kihasználni. Ez kétségtelen, ők nem, de legalább a pestieknek lenne egy lehetőségük. Úgyis a cél az lenne, hogy vidéken is kialakítani azokban a bázisokban, ahol sok taekwondósunk mozog, egy-egy ilyen termet, de hát egyelőre még itt Budapesten, ahol a klubok többsége van, még itt sem sikerült elérni, még a válogatottnak sem sikerült egyelőre ezt biztosítani. Hát, nincs, vagy pénz nincs rá, lenne, csak hát pénz nincs rá. Azt gondolom, hogy a kettő együtt, tehát nincs is olyan sok szabad terem kapacitása az olimpiai központoknak, ha így vesszük, mert ugye most jószerivel mindenki oda tartozik. Hát mi a nemzeti sportcsarnokot vesszük igénybe, de most, hogy a tornacsarnokot felbontották, akkor például a tornaversenyek oda kerülnek, akkor mi kiszorulunk a nagy teremből, jó esetben a kis lenti judóterembe tudunk gyakorolni. Mások a feltételek. Azért 30 ember nem tud ugyanúgy dolgozni egy 20x10-es teremben, mint egy 20x20-asba. De hát sok minden egyéb feltétel azért még hiányzik. Edzőfelszerelésekben sem állunk olyan jól, most bejöttek egészen új elektronikus védőfelszerelések. Igaz, hogy egyen már azt lehet mondani, hogy normálisan el vagyunk látva, de most bejött hozzá az elektronikus fejvédő. Egy elektronikus fejvédőnek az ára az 120 ezer forint, egy darabé. Na most, hogy minden versenyzőnek legyen, hát az ugye álom ebben a pillanatban, nem is feltétlenül fontos, azt gondolom, de legalább annyi, hogy edzésen így tudjanak gyakorolni. Mert ha nem így gyakorolnak, akkor amikor versenyre mennek, ugye ez egészen más. Hát egy vödörvízbe gyakorolom a műugrást, akkor nem biztos, hogy ott a 10 méteres toronyról is majd tudok valamit produkálni. Tehát ez nagyon eltúloztam persze a hasonlatot, de valami hasonló a szituációnk. Tehát gyakorlatilag amatőr körülmények között kellene profi munkát folytatni, amit egyrészről helyeközben megpróbálunk teljesíteni. Ezt mutatják azért ezek az itt-ott elcsípett eredmények is. Meggyőződésem, hogyha a feltételek egy kicsit kedvezőbbek lennének, akkor az eredmények is ezzel arányosan javulnának. Így is azt mondhatjuk, hogy egy olyan megváltozott edzésmunkát folytatunk válogatott szinten is, ami korábban nem volt. Most havonta egyszer van egy mini edzőtábor, ami egy szombat-vasárnapot jelent. A szombat-vasárnap 6 edzést adunk a gyerekeknek. És erre nem csak a válogatottakat hívjuk meg, hanem azokat is, akik a klubvezetők véleménye szerint a közeljövőben már bekerülhetnek majd valamelyik keretben, akik elég tehetségesnek látnak ahhoz, hogy partnerei legyenek a válogatott versenyzőknek. Tehát próbálunk ilyen téren is változtatni egy kicsit, több edzés lehetőséget, több feltételt. Most életre hívtuk az előkészítő csoportot. Az előkészítő csoportba azokat a 6-7-8 éves gyerekeket, 9 éves gyerekeket várjuk, akik ügyesek, tehetségesek, de még a koruknál fogva, még a kadett válogatottnak se jöhetnek számításba. Ők kapnak egy olyan fizikai, technikai előképzést, amivel ha majd a kadett csapatba bekerülnek, akkor nem nulláról vagy mínusz egyről kell indulni technikába, taktikába, hanem már van egy kis olyan alap, amire lehet dolgozni. Most a jövő ifjúsági olimpiai keretet is elindítottuk, 4 évünk van arra, hogy a következő ifjúsági olimpiára sikerüljön versenyzőt kijuttatni. Tehát most megpróbáljuk őket, persze nem tudjuk azt, hogy 4 év múlva azok közül, aki még lehet, hogy el se kezdték a taekwondót, nem lesz-e valaki szuper zseni, aki oda jut. De ha már most elkezdünk velük dolgozni, akkor legalább azok, akik megvannak, azoknak a fejlődését folyamatosan nyomon tudjuk követni, folyamatosan a versenyeztetésüket tudjuk segíteni, támogatni, abból tudjuk azt, hogy hova, milyen irányba kell lépni, és az ő oldalvízükön jöhetnek fel aztán a többiek. Tehát most próbálunk olyan struktúrát kialakítani, ami azt gondoljuk, hogy a nemzetközi gyakorlatban az élversenyzők, vagy az élversenyzőket produkáló országoknál már egy ideje működnek, optimális feltételekkel, akadémia és olyan annyi verseny és annyi edzőtábor, amennyit csak a lehetőségeik vagy a gyerekek elbírnak. Hát most ahhoz próbálunk közelíteni, ami saját szerény feltételeink és eszközeink között. És hát úgy látjuk, hogy azért ennek is már van eredménye.
De igazából ez hosszú távon fog majd gyümölcsözni. Hát ez hosszú táv, de talán már középtávon is valami látszik. Tehát mi most nagyon bízunk abban, hogy a Riói olimpiára legalább egy, de inkább kettő kvóta. Tehát valljuk be őszintén, az Edinának, Kocsis Edinának és a Gonda Ivetnek nagyon jó esélyei vannak, hogy kijussanak az olimpiára. Mind a kettő klasszis versenyző. Mind a kettő bizonyított már. Hogy van Kocsis Edina? Edina, jól van. Reméljük, hogy egyre jobban. Most volt egy kis hullámvölgy, nyáron ugye a egyetemi világbajnokságon azért sikerült egy bronzérmet elérnie, de az Európa-bajnokság nem úgy jött ki neki, ahogy szerette volna, ahogy szerettük volna mindannyian. De hát most az őszi versenyek, most egy nagy menetelés előtt vagyunk, mert... És volt azt hiszem Lengyelországban. Vagy? Lengyelországban volt, igen. De ott érvet szerzett? Vagy nem? Bevallom őszintén, most megfogtál. Nem tudom. De azt tudom, hogy az nem volt annyira fontos verseny. Az azért volt érdekes, mert először használtak a versenyzők elektronikus fejvédőt. Hivatalos versenyen. Aztán a múlt héten a 21-es Európa-bajnokságon is ez volt, és most a két hét múlva esedékes Grand Prix is az lesz, ahol az Ivet képvisel majd bennünket. Csak a Gonda Ivet megy? Oda csak a Gonda Ivet, mert ott az első 31 versenyzőt a világranglistáról hívják. Az Edina nagyon közel van hozzá, de még nem sikerült. De most jön egy nagy menetelés. Jön jövő héten a szerb bajnokság, utána jön nem sokkal a horvát bajnokság, az már november közepe. Horvát bajnokság után Törökországba mennek a versenyzők, és ott a csapat Európa bajnokság, amelyik szintén világranglista pontszerző verseny, ott vesznek részt rajta, ahol nem baj, hogyha nem 8-10 fővel vesznek részt. A csapat szempontjából kevesebb az esély, hogy pontot szereznek, de egyéni versenyszámok vannak, egyéni súlycsoportok szerint, és az ottani érmesek ugyanúgy világranglista pontokat szereznek, és ugyanazon a hétvégén van a nyílt török bajnokság. Tehát gyakorlatilag 4 olyan verseny van most, ahol komoly világranglista pontokat lehet gyűjtögetni, és hát ez a jövő évi Európa játékok szempontjából sem elhanyagolható, a jövő évi Grand Prix szempontjából sem elhanyagolható. Az Ivetnek biztos a helye ebben a pillanatban a Grand Prix szériában. Az Edina ott áll a küszöbön. Azt várjuk, hogy átlépje. Idén átlépje, és jövőre ő is ott lehessen a Grand Prix-en. Az valószínűleg nem, a világranglista első 8 helyezettje szerez kvótát az olimpiára. Az nagy valószínű, hogy ebben a pillanatban csak az Ivetnek van esélye, hogy 8-ba legyen, de az Edina egy remek teljesítménnyel akár szintén elérheti ezt. De nem feltétlenül erre építünk, hanem arra, hogy utána van még egy kontinentális selejtező majd 16 elején, és ha itt nem sikerülne, de ezeken a versenyeken edződik, akkor ott a kontinens kvalifikáción egy kicsit könnyebb lesz a dolguk. Úgyhogy elég tisztességes, és hát ott van még között az Európa játékok, amelyik szintén egy komoly pontszerző verseny. Jövő évben ott van a világbajnokság, amelyik az olimpia után a legmagasabb világranglista pontokat jelentheti. Tehát, hogyha ezeken a versenyeken a gyerekeink jól szerepelnek, versenyzőink jól szerepelnek, akkor azért jó esély van arra, hogy akár még a világranglistáról, de legrosszabb esetben is a kontinens kvalifikációról kijussanak. Tehát én feltétlenül optimista vagyok ebben a tekintetben, és úgy érzem, hogy talán, ha szerény körülmények közé, de mégis tudjuk őket valahogy abba az irányba segíteni, hogy ez az álom realitássá váljon. Hát így járunk a jelen pillanatban, ugye? Fiúknál akkor most senki nincs ott. Nem, a fiúknál nem hinném, hogy bárki be tudna kerülni most az olimpiai. Persze fogunk vinni a kvalifikációra a versenyzőt, mert az, hogy a világranglistáról sokan tudnak kvótát szerezni, és Európa ebben elég jól áll, az azt jelenti, hogy kicsit kisebb lesz ott a konkurencia. De azért azt nem szabad elhinni, hogy az egy sétagalop lesz, kőkeményen, hiszen mindenki ki szeretne jutni az olimpiára, ez mindenkinek egy nagy lehetőség, mindenki megtesz érte mindent. Így próbálunk mi is, de hát az előbb említett különböző okok miatt azért a realitás az, hogy fiúknak nem
sok esélyük van most, hogy kijussanak az olimpiára. Talán majd a 20-as olimpiára, mert az a 14, 15, 16 éves csapat, az addigra fog tudni beérni. A fiúk egy picit eleve később érnek, addigra tudnak beérni. Adja Isten, hogy az összes feltétel az rendelkezésre álljon. Bírókkal hogy állunk? A tekvandó bírókat mennyire hívják külföldi versenyekre? Csak azért is teszem fel ezt a kérdést, mert jól tudom, most hétvégén lesz ugye bírói szeminárium. Így igaz. Ennek kapcsán hogy állunk? Hát van három nemzetközi küzdőbírunk és két nemzetközi formagyakorlatbírunk, tehát nem panaszkodhatunk, relatív értelemben ez úgy. Hát a versenyzői számunkhoz képest ez úgy. Versenyzői számunkhoz képest nem rossz. Hazai viszonylatban nem döngethetjük a mellünket, olyan értelemben, hogy nincs olyan sok bírónk, hogy mit tudom én, egy négypástos versenyt könnyedén meg tudjunk rendezni, minden az előírásoknak megfelelően, a hárompontozó, egyvezetőbíró, zsűrielnök, és még mellette legyen esetleg csere lehetőség is, pástfőnök, tehát azért tudunk még mit tenni itt is azért, hogy még optimálisabb, még kedvezőbb legyen a környezet. Hát rajta vagyunk, de itt azért a kluboknak kell saját magukat jobban egy kicsit inspirálni arra, küldjenek olyanokat, akik alkalmasak bírónak, akik szeretnének bíráskodni, mert hát bírók nélkül nincs verseny. Tehát ez ugyanolyan fontos. És kiket küldjenek? Szülőket? Hát nem, itt azért vannak technikai feltételek. Vagy akik elsőzők is abba hagyták? Hát például abba hagyták a versenyzést, vagy ők eleve nem versenyzőnek készülnek, de azért benne vannak, küzdöttek is már, esetleg már versenyen is részt vettek korábban. Tehát akinek van ilyen ambíció, és vannak ilyen gyerekek, akiknek van ilyen irányú érdeklődésük, néha támogatják őket, néha észre sem veszik, néha meg nem feltétlenül támogatják, pedig időről időre kérjük, és különösen a nagyobb versenyzőgárdát delegáló klubokat, hogy bírót is delegáljanak melléjük, legyenek olyan kedvesek, hogy a versenyzők kenőmentesen, folyamatosan mehessen, egy, kettő. Ugye, ha nincs ott bírója valamelyik klubnak, akkor könnyebben szidják, hogy na persze azért, mert nekünk nem volt ott bírók, azért nyomták a krahácsot. Hát szóval, magunk között szólva, ők ugyanúgy felelősek azért, hogy ha idézőjelbe a bíráskodásra fogják az eredménytelenséget, mert nem küldtek elég bírót. Ezzel együtt most az elektronikus mellkasvédő, az elektronikus fejvédő használata azért rendesen lecsökkenti a bíróknak a befolyás, a mérkőzésre való befolyását. Persze a vezető bíró, ugye, aki az intéseket osztja, de a pontozó bírók, hát most éppen Lányi Tamás volt kint velünk, nemzetközi bírónk az U21-es Európa-bajnokságon, csak úgy megjegyezte, hogy hát bizony időnként majdnem elpillettek, mert annyira nem volt feladatuk. Hiszen amit rúgtak fejre, az elektronika jelezte, hiszen amit rúgtak testre, az elektronika jelezte, tehát nekik az arcba történő. Most már a felelősség akkor kisebb lesz így. Egy icipicit kisebb, de azért mégsem, mert ha azt az egy-egy pillanatot, amikor viszont ott kell, hogy legyenek, elvétik, azon elmehet egy mérkőzés. Tehát magunk között szóval igenis, meg nem is. Igen. Zárásként akkor mikor lesz a következő verseny, és hol? Hát most jövő hétvégén utazik a csapat, egy bő keret, felnőttek, ifik, kadettek, a nyílt szerb bajnokságra Belgrádba, tehát az a következő nagy megmérettetés. Ahonnan érmet hoznunk Sok érmet várunk, sok érmet várunk. Hát tavaly az Edina aranyérmet hozott onnan is, a horvátról is. Reménykedünk benne, hogy most is hasonló jó teljesítményt várhatunk tőle is, de az utánpótlástól is. Tehát tavaly is azért elég sok érmet hoztunk a szerb bajnokságról, elég jól teljesítettek a gyerekek a horváton is. Reméljük, hogy ez a tendencia nem szakad. Varsóban sem voltunk rosszak, tehát az összcsapatversenyben a harmadik helyen végzett a csapatunk, tehát az nem volt egy rossz teljesítmény, de azért a szerb az jóval erősebb, jóval nagyobb mezőny. Örülnénk neki, hogyha ha ott is ott dobogó közelben lennénk a végeredmény tekintetében, hát majd meglátjuk. De rajta vagyunk, és hát az edzőink is keményen dolgoznak. Akkor hajrá! Hajrá, úgy legyen. További
sportosat.